Állami támogatást kaphat a Hankok a beruházáshoz. Nem sokára lezárják a Városháza teret. Közösségi munkára nyert el támogatást a Rudas iskola. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Több mint 18 milliárd forintos állami támogatást kaphat a Hankok Tire. Ezt az Európai Bizottság hagyta jóvá kedden. A gumiabroncs gyár mintegy 96 millió forintos fejlesztése 950 új munkahelyet teremthet. Már javában épül a Hankok legújabb gyáregysége, a tervek szerint halad a harmadik ütem kivitelezése, amelyhez állami támogatást is kaphatnak. Az Európai Bizottság döntése értelmében mintegy 18 milliárd forintos támogatásban részesülhet a vállalat. Tehát ez a támogatás úgy épül föl, két részből áll, az egyik rész az egy készpénztámogatás, amit magához a beruházáshoz kapunk. Ezt a megvalósítás ütemében és annak arányában folyamatosan kapjuk, mindig utólagosan, tehát bemutatott számlák ellenében, nagyon szigorú ellenőrzések alapján. A másik része pedig maga az adókedvezmény, amit majd a megvalósítás után fogunk tudni leírni. Magyarország még év végén tudatta Brüsszellel, hogy közvetlen támogatást és adókedvezményt kívánnak nyújtani a Hankoknak. Orbán Viktor miniszterelnök február 28-án látogatott a gumiabroncsgyárba, hogy tájékozódjon a fejlesztésről. Mint mondta, a Hankok egy ambíciózus gyár, amely folyamatosan fejleszt. Ez egy koreai cég, amelynek komoly ambíciói vannak. Tehát a világ versenyben, ahol most, ha jól látom, akkor az hasonló termékeket előállító gyárok viszonylatában a hetedik helyen van, előre akarnak jutni az ötödik helyre. És miután Európában egyetlen gyáruk van, itt Önöknél, illetve nálunk, itt Magyarországon, Dunaújvárosban, ezért ha nőni akarnak, itt is nőniük kell. Tehát itt egy olyan gyárról beszélünk, amely nem csak most bővít egyet, hanem persze nem akarok előre rohanni az időben, de ha tartani akarja a versenyt, akkor majd még további bővítéseket végre kell hajtani Európában. És miután meg Európában csak nálunk működnek, ezért jó esélyünk van, hogy mindig itt fognak fejleszteni. Az Európai Bizottság közleménye szerint a beruházás elősegíti a régió fejlődését. A Hankoknak több mint 2000 alkalmazottja van, ez a létszám a fejlesztésnek köszönhetően növekedni fog. A tervek szerint 950 új munkahely jön létre. A majdnem 96 millió forintos beruházás hamarosan elkészül, júniusban indulhat meg a gyártás. A Városháza tér felújítási munkálataival újabb szakaszhoz érkeztek a kivitelezők, hamarosan lezárják az épület előtti teret. A Városháza tér funkció bővítő revitalizációja című pályázat keretében teljesen megújul a Városháza tér. Ennek egyik része, hogy sétáló teret alakítanak ki. Várhatóan március 17-től lezárják a tér előtti forgalmat az autósok elől. A forgalom elől előre láthatólag március 17-én kerül lezárásra a Városháza tér, és ennek kapcsán szeretném megjegyezni, hogy a október 23-a tér mögött lévő tampája került kialakításra parkolási célra. A számítások szerint az eddig a Városháza téren parkoló autók jelentős része majd az október 23-a tér mögötti autós tampáján tud parkolni. A tampáját a Panoráma útról és a Bacsányi utcáról lehet megközelíteni. Ide már március 11-től parkolhatnak az autókkal. Szükség volt ennek a kijelölésére, hiszen zajlanak a volt házasságkötő terem helyén az új kormányablak építési munkálatai is. Ez a végleges lezárás lesz. Jövő héten indulnak a Városháza téren a közműkiváltások, bontási munkák, úgyhogy ez egy végleges állapot lesz. A tampáját egészen május 31-ig lehet használni parkolásra, utána az oktatók ismét birtokba veszik. A Városháza tér beruházásának része, hogy több új parkolót építsenek a környéken, így a későbbiekben is lesz férőhely. Kevesebb volt a tűz és keresetek száma a Dunaújvárosi tűzoltóság területén, az árvíz és hóhelyzetet leszámítva pedig szerencsés volt a 2013-as év. Ezt Vég Ferenc, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője mondta a Városházán megtartott állománygyűlésen. Erő, egészséged! A 2013-as évet értékelte a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Vég Ferenc kirendeltségvezető úgy véli, a 2012 óta érvényben lévő egységes irányítási rendszer új feladatköreinek maradéktalanul megfeleltek, az elvárásokat teljesíteni tudták. Helytáltak két rendkívüli esetben is, a márciusi hóhelyzetnél és a júniusi árvíznél is a teljes állomány bevonásával oldották meg a problémát. Ha nem tekintjük ezt a két
rendkívüli helyzetet, akkor azt lehet mondani, hogy szerencsés évünk volt ebben a tekintetben. Kevesebb tűzesetünk volt mind a Dunaújvárosi Hivatású Tűzoltóság, mint pedig a Sárbogárdi Hivatású Tűzoltó Parancsnokságnak a működési területén. A Dunaújvárosi Tűzoltóság területén 7% körüli csökkenés történt a tűzéskár esetek számában, míg a Sárbogári területen ez 35%-os csökkenés mutatott, ami azt hiszem, hogy egy rendkívül meggyőző mutató, bár ebben az időjárásnak rendkívül nagy szerepe van. Elmondta, a kirendeltséget stabilnak tartja, az elmúlt évben is jogszerűen és szakszerűen végezték munkájukat, hozzátette, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állománya 100%-ig telített, ám a hivatásos tűzoltóságok létszámhiánnyal küzdenek. Ez Dunaújvárosban 7, Sárbogárdon pedig 10 főt jelent. Rengeteg szervezést igényel az, hogy zökkenőmentesen tudjuk megoldani a napi feladatainkat, rettentő sok az új hatósági jogkörből adódó feladat, amihez azért még alkalmazkodni kell. Az állományunk ebben a tekintetben rettentő fiatal, szakmai tapasztalattal nem nagyon rendelkeznek, illetve kevés szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és ugye a hely ismeret is az, ami még nehezíti ezt a dolgot, de azt gondolom, hogy a tavalyi évben sikerült ezeken úrrá lenni ezeken a problémákon, és megoldani úgy a feladatainkat, hogy akár én, akár pedig a vezetőim elégedettek lehetünk az ő munkájukkal. A sikeres 2013-as év után az idei évben újabb hatósági jogkörökben kell helytállnia a katasztrófavédelemnek. Legfontosabb feladataik az infrastruktúra védelem, a gázkazánok karbantartása, valamint a lakosság és az ipari üzemek ellátásának biztosítása, felügyelete. Új katasztrófavédelmi őrs kezdi meg működését Puszta Szabolcson az év végén, jelentette be Magosi Lajos, a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője az évértékelő állománygyűlésen. A Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állománygyűlésén nem csak a tavalyi évet értékelték, hanem az idei év feladatairól és a fejlesztési lehetőségekről is szó esett. A Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén az idei évben, december 1-jével egy új katasztrófavédelmi őrsöt fogunk megnyitni, ez Puszta Szabolcs területén, Puszta Szabolcs településen lesz. Ennek a célja nem más, mint az, hogy az ott lévő környező településeket, mint fehér foltot le tudjuk fedni. Hát innentől kezdve majd az állampolgárok ilyen 15 percen belül meg fogják tudni kapni azt a tűzoltói segítséget, ami én azt gondolom, hogy valóban jogos elvárás lehet. Az őrs a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság alárendeltségében fog működni, és a környező települések tűzvédelmét látja majd el. Ezen kívül egy egészségügyi központot is kialakítanak, amely nem csak a Dunaújvárosi kirendeltséget, hanem a teljes Fejér megyei állományt érinti. Egy területi egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági ellátóközpont kerül kialakításra Székesfehérváron a Laktanya területén. Egy orvos, egy pszichológus és a teljes asszisztenciával egy nagyon modern felszerelt ellátóközpont lesz. Ez természetesen az állomány ellátását szolgálja, a rendszeres és akár a rendkívüli orvosi vizsgálatoknak a végrehajtását és a pszichológiai felméréseket fogja majd szolgálni. A fejlesztések a tűzoltóság még hatékonyabb működését teszik lehetővé. A közoktatási intézmények szerepbővítését célzó pályázaton 10 millió forintot nyert a Rudas szakközépiskola. Ennek eredményeként tovább bővítheti az intézmény és a tanulók közösségért végzett munkáját. Szeretettel köszöntöm a média megjelent képviselőit, érdeklődőket. Az intézmény eddig is nagy hagyományokkal rendelkezett a közösségi munka és az önkéntesség terén. A pályázatnak köszönhetően tovább fejleszthetik tevékenységüket. A tervek között szerepel a játszóterek, parkok gondozása, felújítása. A tanulást is elősegítve kutató munkát folytatnak a diákok a Rácsonmási temető vaskeresztjeinek felderítésében, és tovább erősítik a kapcsolatot a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesülettel, ahol a fogyatékosoknál segítő tevékenységet kívánnak nyújtani. Továbbá a rudasos diákok önkéntesként részt vesznek a nagyvárosi rendezvényeken is. Tulajdonképpen az elmúlt években végzett önkéntes munkát folytatjuk ebben a szerepbővítés pályázatban is. Folyamatos kapcsolatunk, 10-14 éves kapcsolatunk van, például a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesülettel, vagy Rácsalmás most már város önkormányzatával, vagy a közvetlen környezetünkkel, a Római körúttal. Az itt végzett önkéntes tevékenységünkből emelünk ki néhányat ebben a pályázatban az elkövetkezendő évben. Torma Erzsébet pedagógus szerint a diákoknak és a tanároknak
is nagyon hasznos, hogy részt vesznek a projektben. Nagyon jó érzés látni, hogy milyen melegen fogadnak minket, milyen szeretettel gondolnak ránk, és várnak minket újra és újra ezek az emberek, akiknek mi szeretnénk segíteni, és a mindennapjaikat szeretnénk egy kicsit könnyebbé tenni, és vidámabbá. A gyerekek is nagyon élvezik, mert nagyon sok szeretetet, amit adnak, azt vissza is kapják egyből. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy nagyon dicséretes és nagyon előremutató feladat a mi számunkra is. A tervek szerint az iskola 100-nál is több diákja fog 3 tevékenységi körben több mint 50 óra közösségi munkát végezni. Csütörtökön is derült napos időre számíthatunk, eső továbbra sem valószínű, délután 15 fok köré kúszik a hőmérő higanyszála. Főbb híreink következnek még egyszer, röviden. Állami támogatást kaphat a Hankok a beruházáshoz. Nem sokára lezárják a Városháza teret. Közösségi munkára nyert el támogatást a Rudas iskola. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!